Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Fizet a múlt. Írta Forró pál. A mű elektronikus változatára a nevezd meg, így ad tovább. 4.0 nemzetközi CCBY és a 4.0 Creative Commons licenc feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-66 online. MK 15534. Első fejezet. A divatos és elegáns belvárosi cukrászda lassanként népesedni kezdett. A törzsasztalok mellé először a nők ültek, a cukrászda a világ egyetlen helye, ahová nem a férfiak, hanem a nők érkeznek meg először, megrendelték a fagylaltot vagy csokoládét, maguk mellé ültették agyonfürdetett és nyírt kutyáikat és megkezdték a plegykázást. Mindenki mindenkit ismert, pontosan tudták, hogy kinek kivel van viszonya, hol rendelte új toaletjét és az mennyibe került. Beszámoltak kutyáik viselt dolgairól, hogy milyen édesek és okosak és élénken törték a fejüket, mit mondjanak, amitől a másik rosszul lesz az irítség miatt. Mindegyik hencegett, hogy ő mennyit költ, micsoda fürdőhelyre utazik, egész életüket pengőkben, autókban, ruhákban és ékszerekben fejezték ki. És közben dühösek és keserűek voltak, mert hazudtak, mert valójában otthon tele voltak gonddal és edósággal, kínos harcokat vívtak férjeikkel, brutális veszekedéseket, amelyek ajtócsapkodással és ordítozással végződtek. De itt a cukrászdában mind mosolyogtak, valamennyien úgy festettek, mint a skatujákból kihúzott márkinők és elszántan hazudtak tovább, hogy minél jobban irigyeljék őket lassanként a férfiak is szállingózni kezdtek. Monoklis, feltűnően bőnadrágos, arrogáns arcú fiatalemberek, akik angol és francia nevű italokat rendeltek, olyan fölénnyel, mintha hitbizományok állnának mögöttük. A milliómosok klubjában nem lehet döjfösebb és önteltebb a hangulat. Cserpéterné még mindig egyedül ült az asztalánál. Az egész cukrászdában talán ő volt az egyetlen, aki valóban a torták kedvéért járt ide. A 22 éves Bájos gyerekasszony még diákkorából őrizte meg ezt a szokását. Rajongott a süteményekért, és minden nap megjutalmazta magát egy-két krémessel vagy más cukrászati remekkel. A férje örült, hogy a feleségében, akit a rajongásig szeretett, ennyi naivság van. Különösen azt találta nagyon kedvesnek, hogy Márta sohasem felejtett el néhány apró süteményt be is csomagoltatni az ő számára. Péter őszintén szólva nem rajongott túlságosan a csokoládés és mandulás kúpokért, de úgy tett, mintha nagyon boldoggá tette volna ez a figyelem. Érezte, hogy mennyi gyengétség rejtőzik a finom figyelemben az asszony annyira egynek érzi magát vele, hogy fel sem tételezi azt, mintha bármiben is különböző lehetne az ízlésük. Márta éppen kedvenc tejszínes fánkját kanalazgatta, amikor egy sugárzóan szép és elegáns nő lépett a cukrászdába nyakában kettős kék róka, fülében, ujjai megszikráztak a brilliánsok és kozmetikája azt a jellegzetes fehér piros barnakik fekete színkompozíciót mutatta, amelyet csak a Párist vagy New Yorkot járt nők tudnak tökéletesen magukra rakni. Impriméje olyan feltűnően elegáns és ízléses volt, hogy még ebben a szakértő környezetben is valóságos szenzációt keltett minden szem feléje fordult azzal a szinte bántó indiszkrécióval, ahogyan csak egyik nő tudja nézni a másikat. Szép bestia! Állapították meg egyhangúan. És már gyűlölték, már szerettek volna mindent tudni róla, suttogva felvilágosítást kértek a cukrász kisasszontól, de senki sem ismerte. Eddig még nem járt itt. Mondotta a kiszolgáló hölgy. Talán külföldi találgatták és irigykedve nézték keskeny, mérzőkörmű, hosszú kezét, amint kinyúlt, hogy az ezüst villát beletűzze egy torta szeletbe. Isteni! Csettintettek a férfiak, és szemükkel majd nem elnyelték. Az ismeretlen hölgy megrakott porcelán tányérjával megfordult, hogy helyet keressen, és abban a pillanatban élénk meglepetés tükröződött arcán. Márta, Kiáltotta, és már oda is telepedett cserné mellé. Márta csak hebegett, egy kicsit levegő után kapkodott meglepetésében. Azután összecsapta kezét. Jé! Kiáltotta is fülig pirult zavarában, te vagy, Edne. Szép, hogy megismersz. Nevetett a másik és remek, fehér fogai kicsillogtak a túlzottan vörösre festett ajkak közül. De hát, hogy vagy, mit csinálsz tudod, hogy már öt esztendeje nem láttuk egymást. Hogy ne tudta volna Márta? Az ilyesmit nem olyan könnyű elfelejteni. Hiszen az egész gimnázium legnagyobb eseménye volt, mikor Ednát kicsapták a nyolcadikból. Irtózatos botrány volt. Az egyik tanár a budai hegyek között találkozott vele, amint egy fiatalemberrel csókolódott, és a professzor azt is látta, hogy a fiatal lánya férfival kettesben besurran az egyik villa kapuján. Az erélyes vizsgálat során felháborító dolgok derültek ki, amelyek eredményeképpen Ednát sürgősen eltávolították az intézetből, a lányoknak pedig szigorúan megtiltották, hogy érintkezzenek vele. Ez a váratlan és izgalmas esemény főleg Mártát rázta meg, aki Ednő legjobb barátnője volt. A két lányt sőve főve együtt lehetett mindig látni, de csodálatos, Ednő mindig eltitkolta Márta előtt, hogy ilyen titkos kaland hősnője. Most, hogy öt esztendő után ismét szemtől szemben ültek egymással, Márta olyan zavart lett, mintha még mindig a régi iskolás lány lenne, aki attól fél, hogy megtudja az igazgatónő, hogy tilalom ellenére Ednával beszél. Sokszor gondolt Ednára, és ilyenkor mindig furcsa izgalom és szorongás vett erőt rajta. Ednő volt szemében mindazoknak a titkos bűnöknek megszemélyesítője, melyektől írtózott. Márta jó feleség, becsületes asszony volt, aki rajongott uráért, és még gondolatban sem csalta meg. Megvetette a házasságtörő asszonyokat, és általában azokat a nőket, akik nem éltek erkölcsös életet. Őszintén szólva, egy kicsit kínos volt neki, hogy Ednő ilyen könnyedén mellé telepedett. Valahogyan érezte, hogy akik körülöttük ülnek azok mind tudják, micsoda botrány játszódott le Ednő múltjában és a legnagyobb mértékben kompromittáló, hogy ő most a legnagyobb nyilvánosság előtt ilyen gyanús hölgy társaságában mutatkozik. Milyen szép vagy! Mondotta Márta, csak hogy éppen mondjon valamit. Ednő keserűen nevetett. Hagyjuk ezt, szívem, ezt olyan sokan mondják nekem. Nekünk kettőnknek más mondani valónk is lehet. Mit csinálsz, amióta nem láttalak? Férihez mentél. Ó, ezt csak nem mondod komolyan. Mennyire nem ismersz? Valóban, nagyon elszakadtunk egymástól. Hogy őszinte legyek, én öt esztendő óta tulajdonképpen mindig csak erre a találkozásra vártam. Márta szeme kerekre nyílt a bámulattól. Nem értelek. De hiszen írhattál is volna. Nem, ennek így kellett történnie, ilyen váratlanul. Csak így intézhetjük el a kettőnk számláját. Bocsáss meg, de egyre különösebb és furcsább, amiket mondasz. Mindjárt meg fogsz érteni. Ó, hiszen esztendők óta vártam ezt a percet, amikor így ketten szemközt fogunk ülni, és én szemedbe mondhatom, hogy két embert gyűlölök legjobban a világon, az egyik az a férfi, aki elcsábított, a másik te vagy. Márta elsápadt. De hát miért? Dadogta. Mit védkeztem előnt? Sokat. A legtöbbet. Csak emlékezz vissza, milyen jó barátnők voltunk. Igaz ez? Te voltál a legnagyobb csodálóm, te húztál ki minden bajból az iskolában, veled beszéltem meg minden tervemet te képviselted számomra a közvéleményt, te vigasztaltad meg szegény özvegy édesanyámat, ha a bizonyítványomban négyes csúszott. Beletolakodtál a magánéletembe, sülve főve együtt voltunk és mikor kicsaptak, egyszerre megtagadtál. A többiekkel, azokkal a buta nem törődtem. A te megvetésed azonban szíven talált. Te voltál szememben a társadalom, amely elítélt és kitaszított. Emlékszem, milyen könnyezve mondta édesanyám, látod, a Márta se jön többé hozzád. Neki is ez fájt legjobban. Tudod jól, hogy az iskolában megtiltották. Tudom. Kiközösítettek. De neked nem lett volna szabad azonosítani magadat velük. Neked, a legjobb barátnőmnek meg kellett volna értened, hogy nem vagyok sem olyan rossz, sem olyan bűnös, mint amilyennek állítottak. Mit tudott te, aki mindig elkényeztetett, nevelőnőkkel körülvet gazdag úrilány voltál, akinek százféle sportban vezették le a temperamentumát, hogy mi volt az én életemben, amikor betoppant az a férfi? Tudod, mennyire szegény voltam, mennyi lázadás, félelem szorult belém, milyen reménytelennek láttam a jövőmet. És akkor az a férfi gazdag, csinos, végtelenül művelt és elmés. Miért csodálod, hogy benne láttam a megváltó csodát, hogy belekapaszkodtam, megszédültem, hittem neki? És ha kiderült, hogy visszaélt a naivságommal, azért még nem érdemeltem meg, hogy te is lenézz engem. Ez volt a legfájdalmasabb. Ezért utaztam el külföldre. Ezek régi dolgok, Edna. Felejtsük el. És ahogyan látom, a végeredményben ma remekül mehet a dolgod a legboldogtalanabb, legszerencsétlenebb embere vagyok a világnak. Mert én azóta senkit sem tudok szeretni. A boldogtalanság és a tragédiák osztogatója lettem. És csak azért élek, hogy bosszút álljak a társadalmon. Bocsáss meg, mondotta Márta, és olyan mozdulatot tett, mintha fel akarna állni, de nem maradhatok tovább. Vár az uram! de Ednő erélyes mozdulattal visszaparancsolta a helyére. Maradj! Még nem fejeztem be a mondani valóimat. Mindent meg kell tudnod. Azt is, hogy az én drága jó anyám akkor belehalt a szégyenbe és fájdalomba. Belehalt a keserűségbe, hogy ti akkor mind elhagytatok engem, hogy te nem jöttél fel többé hozzánk. Nem tudta túlélni, hogy a leánya a társadalom kitaszítotja lett. Lappangó szívbaja kiújult, és gyorsan végzett vele. Magam maradtam. Nem nagyon válogathattam a foglalkozások között. Az iskolákat bezárták előttem, az egyetlen, amihez értettem, a tánc volt. A megmaradt kis pénzemen beiratkoztam az egyik artista iskolába, és betanultam néhány színpadi táncot. Készítettem hozzá hatásos jelmezeket. Bécsben léptem fel először. Őrítő sikerem volt. Egy héten belül mindenki ismerte a Bella odett nevet. A vörös bestia, ez volt a nevem. Vámpírtáncot lejtettem, azután megtáncoltam az ópiummámort. Két hónappal később Berlinben voltam. Azután jött London, Párizs, New York, egy sereg amerikai város. Dollár, font, frank és márka eső. Az én ujjaim között szétfolyik a pénz. Megvetem. Tíz ezer frankot fizetek egy estéi ruháért, és ha háromszor felvettem, eldobom. De nem erről akarok beszélni, hanem a férfiakról, a világ minden városában élő férfiakról, akik úgy tódultak hozzám szédülten és tébolyultan, mint a kigyulladó fényre a lepkék. A szenvedély minden hangszerelésében esdekelték szerelmemet. Aranyesőt zuhogtattak rám. Sikkasztottak miattam, elhagyták feleségeiket, ketten öngyilkosok lettek. És egyik sem ért el. Érted, egyik sem? Ez volt az én rettentő erőm, a bosszum. Megtébolítani minden férfit, a romlásba küldeni őket, de egyiknek sem adni soha semmit. Rettenetes? Mondotta Márta, és borzadva nézett Ednára. Most Budapestre jöttem, mondta Ednő egészen más hangnemben, mint egy álmodozva. Öt esztendő óta először vagyok itt. Te nem tudod, mit jelentett, amikor a menedzserem megkötötte a budapesti szerződést? Hogy dobogott a szívem, milyen izgatott lettem? Ó, nem az tárgási izgatott. Ennél sokkal nagyobb összeget is fizettek már nekem. De ide akartam jönni szembenézni a várossal, az ismerőseimmel, mindazokkal, akik orrukat fintorgatva fordultak el tőlem az előtt. Tegnap este érkeztem Rómából a Kedilek kocsimon. Mulatságos volt, micsoda hajlongással fogadtak az előkelő Dunaparti szállodában. Nagyobb tisztelettel vettek körül, mint egy maharadzsát. A halban már egy sereg riporter várt és fiatal, előkelő társaságbeli lányok autogrammot könyörögtek. Már, úgy látszik, nem jelentek veszélyt az erkölcsöknek. A titkárom nem győzi visszautasítani az előkelő meghívásokat. Ha így van, miért gyűlölködsz még mindig? Miért nem fogadod el elégtételül ezt a nagy sikert? Ezt te nem érted. Én addig nem nyughatom meg, ameddig le nem számolok azzal a férfival, aki minden szerencsétlenségem okozója lett. Ezért jöttem Budapestre. Ezért fogadtam el a sokkal kisebb fizetést is. Vele akarok találkozni. És meg fogom találni egészen bizonyosan. Nekem nem elég, hogy ti mind pirultok és sápadtok, mikor így szemközt állunk egymással, hogy bocsánatot hebegtek és szégyenlítek magatokat. Most már nem szégyen mutogatni magatokat velem, mert világhírű nevem és pénzem van, a saját autómon járok, és az ékszereim 50 ezer dollárra vannak biztosítva. Ilyen pozícióban már nem számít, hogy milyen valakinek az erkölcse. Ez csak a szürke és szegény kis polgárlányoknál számít. Engem már nem szokás megvetni. Engem irigyelnek. Velem cserélni szeretnének. Az én társaságomban előkelő, nagyvilági dolog megjelenni, és a legmagasabb arisztokrácia tagjai boldogok, ha az oldalam mellett fényképezik le őket a lóversenyeken. Hát erről van szó, Mártám, ezt akartam évek óta megmondani neked. Sajnálom, Ednő, de mi ketten csak ugyan nem érthetjük meg egymást. Mi két teljesen különböző világban élünk. Én férjhez mentem, és boldog vagyok. Van egy kis fiam. Még ezt is elém tárod. Mondta szenvedélyesen Edna. A polgári boldogságodat, a nyugodt, derűs otthonodat, amit én sohasem érhetek el, amelyből ti űztetek el örökre. Menj, Márta, menj! Gyűlöllek és ennek rettentő erejét érezni fogod, láthatatlan hullámai át fognak törni a szobáid falán. Szörnyeteg! Sápadt el Márta. Felugrott és olyan felindultan, sietve hagyta el a cukrázdát, hogy az emberek csodálkozva néztek utána és összesugtak a háta mögött. Második fejezet Ahogyan végigment a Vörös Marti téren és az Erzsébet téren át kifordult az Andrási útra, szinte brutális tolakodással tűnt mindenütt szemébe az óriási színes plakát, melyen az Alhambra mulató Label Odett, a világhírű táncosnő felléptét hirdette. Az álomszerűen szép vörös hajú nő érzéki varázsának egész fegyverzetében volt megörökítve. Az emberek megálltak és nyugtalanul bámulták. Mikor Márta hazaérkezett és a halba lépett, úgy érezte, mintha valami sötét, gonosz világot hagyott volna a háta mögött és egy védett, drága, illatos kis fészekbe toppant volna, ahol csupa mosoly fogadta. Két éves fiacskája eléje szaladt és hangos kiáltozással üdvözölte. A fiatal úr szörnyű büszkeséggel mutogatott egy kék-vörös-sárga pacákkal telemázolt papírlapot, hogy azt ő festette. A mama el volt ragadtatva és átadta jutalmát, egy nagy szelet finom töltött csokoládét. Férje még nem volt otthon. Telefonált, hogy egy kicsit késni fog, elhúzódtak az üzleti tárgyalásai. A szobalány miközben levetkőztette, átnyújtott egy gyönyörű rózsacsokrot, a flóra virágszalomból hozták, a nagyságos úr küldte. Márta mosolygott. Á, persze, ma van a névnapja. Péter valóban a világ legfigyelmesebb férje és kavallérja. A szakácsnő beszámolt a vacsoráról. Kissé korábban fognak enni, mert vacsora után feketére néhány vendéget várnak a fekete mellé szánt sütemények elkészültek, a gyümölcsöt betették az tartóba, az italokat jégbe hűtötték. Igazán nincs semmi tennivaló, legfeljebb néhány jó gramofon lemezt kell előkészíteni, mert hát ha lesz. A csengő élénk emberregett. Márta maga szaladt a halba, tudta, hogy a férje érkezik. Olyan szerelmesen és hevesen vetette magát a karjába, mintha valami nagy veszedelemből szabadult volna, és most boldog, hogy megint találkozhatnak. De Péter is ragyogott és felvillamozódott hangulatban volt. Szívecském! Kiáltotta Nagyszerű újságot mondok! Fél órával ezelőtt aláírtam az angol szállításokra vonatkozó szerződéseket. Ez annyit jelent, hogy pontosan meg háromszorozódik eddigi jövedelmem. Most már semmi akadálya annak, hogy felépítsük a budai villát, és ha kedved van, akár az év felét külföldi fürdőkön töltheted a gyermekekkel. Neked megsúgom, közel 8000 pengő lesz a havi jövedelmem. Gratulálok! Mondotta Márta. Nagyon, nagyon boldog vagyok. De azért nem szép, tette hozzá kedves duzzogással, hogy az első gondolatod az volt, hogy félesztendőre külföldre akarsz küldeni. Ó, te kis csacsi! Nevetett Péter, hiszen ezt is szerelemből teszem, neked akartam bele örömet okozni. Nekem az a legnagyobb boldogságom, ha együtt vagyunk. A kispali indián üvöltéssel rohant ki a halba és megrohamozta apukáját. Maszatos kis szájáról még nem törölte le a főzeléket, amelynek maradványait most apja arcába dörgölte. Mögötte megbotránkozva és mentegetődzve állt a nősz. Nem baj, kacagott boldogan cser, nincs ennél pompásabb előétel, mint a fiam által belém csókolt főzelék. A szobalány jelentette, hogy a vacsora tálalva van. Vacsora közben Péter szinte mámorosan beszélt óriási üzleti sikeréről, amely a mostani súlyos gazdasági válság közepette szinte csodának számított. Sikerült leküzdeni a valuta átutalásokkal járó nehézségeket, és ez elsősorban az ő személyes érdeme. Meggyőzte a pénzügyminisztert, hogy ez az export-import üzlet rendkívül fontos kereskedelmi érdekeket szolgál, amint hogy ez valójában úgy is van. Most már megsúghatja azt is Mártának, hogy útban van a kormányfő tanácsosság. Néhány hónapon belül méltóságos asszony lesz az ő kis feleségéből. Márta kábulva hallgatta ezt a sok kellemességet. Már nem ismert örülni. Csendesen imádkozott magában, és úgy köszönte a jó Istennek, hogy ennyire jó volt hozzájuk tíz órakor szinte egyszerre érkezett Bárány Dezső doktor, a váltóbank ügyvezető igazgatója, azután Dénes Pál gyáros és a felesége. A jó barátok örömmel vették tudomásul, hogy micsoda szenzációs szerződést kötött Cser. Mint kitűnő üzletemberek, azonnal tisztában voltak a dolog óriási horderejével. A szobalány elkészítette a brikjasztalt. Bárány doktor tiltakozva emelte fel kezét. Erről szó sem lehet. Ma nem bridgelünk. Az ilyen nagy eseményt pesgővel szokás megünnepelni. Úgy van. Helyeselték a többiek. És pedig annál inkább tette hozzá Péter, mert ma van Mártának is a nevenapja. Újabb lelkes éjjenzés és gratulációk. Bárány doktor felemelt kézzel jelezte, hogy fontos mondani valója van. Gyerekek, mondotta, van egy remek ötletem. Menjünk az alhambrába. Nézzük meg ezt az agyon reklámozott csodatáncos nőt, valami belodett. Az alhambrának különben is mindig nagyszerű műsora van, csapjunk egy görbe éjszakát. Angyal vagy? Kiáltotta Cser és megölelte barátját. Isteni ötlet! Lelkesedett Dénesné, és nyomban szemrehányóan fordult az urához, neked sohasem jutna eszedbe ilyen nagyszerű idea, te vén medve. No, mit szólsz hozzá? kérdezte csillogó szemmel Péter a feleségétől. Mártának elállt a szívverése, úgy megrémült, mikor bárány indítványát meghallotta. Micsoda kínos és végzetes kapcsolódása a véletlennek. A felhőtlen boldogság egére, mintha hirtelen vihar fellegek szálltak volna. Már kinyitotta a száját, már tiltakozni akart, de körülötte úgy újongott, örült mindenki az ötletnek. Mit mondjon? Mivel indokolja, hogy más véleményem van? De mégsem lehet szó nélkül hagyni. Én jobban szeretnék a grillbe menni mondotta és a hangja kényszeredett, gyáva és meggyőződés nélküli volt. Ketten is rácsaptak egyszerre. Te vagy az ünnepelt, neked nincsen beleszólásod abba, hogy hová viszünk. Nevetett Dénesné. És bizalmas szemhunyorítással hozzátette, ne ronzd az urak örömét, ha meg akarják nézni a szép odettet. Az Alhambrában van a legjobb néger jazz, és ma táncolni fogunk mondotta ellentmondást nem tűrő hangon bárány doktor. Márta még a férjére nézett. Reménykedve, hogy talán megsejt valamit, észreveszi, mennyire képtelenség ez az ötlet. De Cser már nem is volt a szobában. A hálószobába sietett felhúzni a smokingját. Fél óra múlva az egész társaság bevonult az alhambrába. Harmadik fejezet Ednő cigarettára gyújtott és elnyújtózott elegáns öltözőjének egyik karosszékében. Még csak fél egy volt, az ő számára körülbelül fél kettőkor került a sor. Szándékosan jött ennyire korán, egy kisét tanulmányozni akarta új környezetét. Keserű, fanyar hangulatban volt unottan fogadta az igazgató bókjait, a szokásos virágkosarat, amelyel várták, nem vett tudomást a kolléganők irigy pillantásairól. Olyan egyforma mindenütt a világ. Gondolta magában, és a mennyezet felé fújta a füstöt. Ez a céltalan fényes rohanás, mint egy csillaghullás. Rém lett át agyán hirtelenül a csillag rohan, szikrázik és egyszer csak szétrobban valahol, megsemmisül, belevész a semmiségbe. Ez lesz az én végem is. Micsoda élet ez? Ezek a rövid ideig tartó vendégjátékok, a mindig felbukkanó új arcok, a napok alatt kiforósuló új szerelmek, a vallomások, ostromok, a fenyegetések, átkok. Micsoda ellenszenves és utálatos koncert. És mennyire irigylik görnyedve hajbókolnak előtte a tősderetteget napóleonjai, a diplomaták, iparbárok, arisztokraták. Innen indult el Budapestről és öt év után a pálya visszaivelt kiindulási pontjához. A nap egy esztendő alatt futja be pályáját, de vannak bolygók, melyek évtizedekig, sőt évszázadokig rohannak, amíg visszaérkeznek kiindulási helyükhöz. Nála öt évig tartott. Az ajtón halkan kopogtak. Sovány, különös férfi lépett be, kínosan elegáns londoni smokingban, a haja erősen szürke, a tartásában furcsa fáradtság, mintha esztendők végtelennyébe sűrűsödött, vég nélküli vándor út lenne mögötte. Schmidt? Kiáltotta meglepetten Ednő, és ahogyan ezt mondta, a hangjában bosszúság, de egy kis részvét is csendült. Már azt hittem, elveszett tette hozzá némi gúnyjal, Madridban és Rómában nem volt szerencsém. Beteg voltam, egy nizzai szanatóriumban kezeltek az idegeim. De eljöttem abban a pillanatban, mikor megint lábra álltam. Kedves John, mondta Edna meghatva, maga igazán jó fiú. Három év óta az egyetlen szilárd pont életemben, aki híven követ, bárhová megyek. De mi célja van ennek, mondja hiszen jól tudja, sohasem fogom szeretni. Én senkit sem szeretek. John Schmidt még csak nem is válaszolt. Három év alatt hányszor hallotta ezt mindenféle hangszerelésben és micsoda helyeken. New Yorkban, az Astoria szállodában, Nizzában a kaszinó parkjában, San Remo-ban a pálmakertben, Londonban a Colosseum öltözőjében, végtelen ligetek, tengerpartok és szállodai hallok parfümös keretében olyan volt ez a szegény, tépet férfi, mint azok a kis csigák, amelyek nagy halakhoz tapadva, csak vitetik magukat a végtelen vizeken. Őt már elsodorta az élet, ez még hat év előtt történt, londoni szabómester volt, divat király, hozzájártak a legelőkelőbb gavallérok és közöttük Archibald Dixon is, az aranyi fiúság királya. Már ezrekkel tartozott Dixon és akkor egy napon bemutatta a húgát. Mérinek hívták, és olyan szép volt, mint a legszebb amerikai filmsztár. Lordok lehettek volna boldogok, ha ilyen gyönyörű lányt vehettek volna feleségül. Fényességgel telt meg John Schmidt szalonja, amikor Méri belépett. A derék szabó mester csak szédült és alig mert hinni a szemének, fülének, mert Méri csupa kedvesség, mosoly volt és folyton hozzá beszélt. Azután kiderült, hogy Dixon hajlandó hozzáadni a húgát. Persze, neki akkor már háza volt, igen tekintélyes vagyona, Dixon és Húga elnézte, hogy csak egyszerű szabómester. A házasságuk. Schmidt mámoros volt a boldogságtól, megőrült a szerelemtől és büszkeségtől, hogy London egyik legelőkelőbb családjának világszép lányát vezeti az oltárhoz. Két kézzel szórta a pénzt. Rendezte Dixon család tekintélyes edóságát, azután. Egy szép napon, ó, nem sok hónap múlt el az esküvő után rájött, hogy a felesége megcsalja. Megcsalja már a házasságuk első napja óta. Rettenetesen érte ez a felfedezés. Revolverrel rálőtt az asszonyra. A golyók célt tévesztettek. Csúnya társadalmi botrány támadt. Schmidt élete összeomlott, nem tudott tovább dolgozni, bezárta a ruhaszalont, pénzétette üzletét, árukészletét, palotáját és elkezdett utazni. Céltalanul bolyongott a világon, nem tartozott senkihez, maga sem tudta, mit akar és mit remél. Már három éve utazott óceánjárókon és express vonatokon, egyre elviselhetetlenebb életuncsák gyötörte, és már nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb egy adag halálos morfiumot fog az erejébe fecskendezni. Ekkor történt, hogy egy este, akkor éppen New Yorkban járt, egy este az Alkanzar revűt nézte végig és meglátta Ednát. Kettő héttel később Detroitban találkozott vele. Azután Chicagóban egy hónappal utópkánban. Eleinte véletlenek voltak ezek a találkozások. Azután szándékosak. Schmidt most már tudatosan utazott mindig Edne után. Izgatta sorsuknak közössége. Két ember, aki örökké bújdosik, akiknek sehol nincsen otthonuk. Ednának is feltűnt a sápat férfi, aki kifogástalan eleganciával, gombjukában fehér szegfűvel minden este feltűnt az egyik páholyban. A világ minden városában, bárhová ment. Már félt tőle. Idegesítette a névtelen vágy, amely a sötét szemekből feléje sugárzott. Tudni akarta, hogy kicsoda rejtélyes üldözője és így tulajdonképpen ő volt az, aki az ismerettséget kereste. Schmidt őszintén kitárta életét, és Ednő valami gúnyos kárörömöt érzett. Jól esett neki, hogy mások életébe is belegázoltak, hogy a szerelemnek más mártírja is van. És egy kissé megvetette Smithet. Milyen szomorú emberoncs lett. Szánandó hajó törött ő bezzeg nem mutatja meg senkinek, hogy összezúzták a hitét, megsebezték a büszkeségét, kifosztották a szívét. Bolond ember mondotta Smitnek, hogyan lehet örökös gyászt hordani egy méltatlan nő miatt. Ez csak betegség, rögeszme. Az okos és egészséges ember nem lesz a szerelem rabszolgájává. Itt vagyok én, sebezhetetlen és elérhetetlen. Nékem senki sem kell és ezért tudok mindent elérni, ezért hever mindenki a lábam előtt. De tett nem zavarta az ilyen beszéd. Azt mondta, hogy ők ketten sors testvérek, és hogy aki számkivetetje a szerelemnek, egy hajszállal sem szánandóbb, mint az, aki még sohasem ízlelte annak fájdalmas gyönyörűségét. Az ő tragédiájuk nagyon hasonló és ezért barátok kell, hogy maradjanak a barátságot elfogadta Edna, jó volt a nagy idegenben, a körötte süvöltő forró sirokkóban ez a kedves, tiszta lelkű, rajongó ember, aki néma féltékenységgel és magába roskadással nézte, ha ednő királyi gavallérok karján lejtett be autójába, vagy valamelyik luxusszálloda öt órai teáján csillogtatta meg ismeretlen urak társaságában pazar eleganciáját. Rajzottak körülötte a férfiak, dühös féltékenységgel marták el egymást, ajándékokkal szédítették és mit csak állt a háttérben, örök szivarjával a szájában, végtelen szomorúságokba merülve. Csak állt és várta a csodát, a választ a százszor megismételt kérése, legyen a feleségem Edna. Maga sem tudta, hogy miért akarta babonás makacsággal feleségül venni Ednát. Ezt a szívtelen, hideg, körülrajongott nőt, aki kegyetlenül és cinikusan taposott végig a férfiakon. Valahogyan a lelke mélyén érezte, hogy mindez csak hazugság, Ednő egészen más. Olyan, amilyennek táncában mutatja magát. Schmidt ezerszer látta már ezt a táncot, az áruló, őszinte mozdulatokat, a fájdalmas vágyakat, a könnyes panaszt, kétségbeesését, ami ezekből kiajdult, a kislányos rajongást, a szerelem utáni oldhatatlan vágyat, a meghamisított élet feletti vezeklést. Mindezt csalhatatlanul érezte Schmidt és csak követte makacsul Ednát. Ednő félt tőle hiába tagadta, nagy hatással volt rá mint néma imádata, fürkésző és lelkébe látó szeme. Tudta, hogy hiába hazudik, ez a férfi mindent tud és dühös volt, hogy nem hiszi el gonoszságát és szívtelenségét, hogy sejti élet hazugságának igazi okát. Ide rossz helyre jött, a legrosszabb városba, kedves barátom. Menjen Bécsbe, várjon meg ott. Egy hónap múlva ott leszek. Schmidt bólintott. Tudom, mondta, maga innen indult el Budapestről. Itt történhetett az a titok, amelyről hallgat, amely miatt még mindig szenved. Edna büszkén kapta fel fejét. Megtiltom, hogy erről beszéljen. Erre nem hatalmaztam fel. Semmi köze az életemhez. Schmidt szomorúan nézett rá. Még mindig szereti. Kicsodát! Kérdezte rémülten Ednő. Azt a férfit, aki miatt mindez történt. Ha nem szeretné, akkor nem lenne már ennyire ingerlékeny, akkor már régen elcsendesült volt magában is a vihar, mint bennem. Ednő úgy érezte, mintha villámcsapás érte volna. Ezek az egyszerű szavak iszonyú mélységeket világítottak meg előtte. Igaza van Schmidtnek, még mindig szereti, még mindig eleven a tűz, amely akkor lobogott benne. Megőrült. Kiáltotta hevesen. Én senki sem szeretek. De hát igen, csak ugyan van valaki, akivel le kell zárnom életemnek ezt a nagy, nyílt számláját. És ez itt fog megtörténni Pesten. Ne féltsen engem. Nekem semmi bajom nem lesz. Éppen és jókedvűen fogok kikerülni ebből a harcból. Talán kigyógyulva barátom és akkor új élet kezdődhet. Az ügyelő csengetett. Ednö felugrott és kisietett az öltözőből. Schmidt lassú, fáradt léptekkel követte. Negyedik fejezet a mulató tikkat légkörében a jazztől, tánctól és percenként váltakozó fényhatástól kábult emberek felzaklatott idegekkel nyúltak a pesgős poharak után. A férfiak mint egy belefullasztva a női dekoltázsok pazar erotikus erdőibe, szultáni kefteléssel nézték a táncos nőket és mindenki igyekezett elfogni egy hangulatos hangfoszlányt, amelynek érzelmes rondjába kapaszkodva szomszédnője fülébe dúdolta ébredező vágyait. Cserpéter elégedetlen volt. Sehogy sem tetszett neki, hogy Márta nem akar amúgy Isten igazában felderülni. Pedig szegény asszony nagyon erőltette a dolgot, folyton mosolygott, úgy tett, mintha minden nagyon tetszene neki, de a féri gyakorlott szeme észrevette, hogy mennyi ebben a kényszeredett szég és hogy az asszony szórakozott. Nem tudom, mi a bajod? Mondotta sértődötten. Régen volt olyan nagyszerű napom, mint ma és éppen te nem tudod osztani a jó kedvemet. De szívem, mondotta kétségbe esettem Márta, hiszen kitűnően érzem magamat. Hagyjuk otthonra a családi jeleneteket. Kiáltotta tréfásan bárány doktor és felemelte pesgős poharát. Minden érvelésnél többet ér egy pohár pohárpesgő. Szavamat adom, hogy az ötödik pohár érvének súlya alatt kitűnő Mártánk már egyenesen viharzani fog a jó kedvtől. Ittak és Dénes táncra kérte Mártát. Bárány Dénesnét vitte a parketre. Úgy látszik, hogy Bárány doktor kitűnő jósnak bizonyult. Márta kedve csak ugyan rohamosan, sőt majd nem gyanúsan javult. Mintha a kétségbeesés hajszolná, úgy ivott és hangosan nevetett, Táncra kérte az urát és nyilvánosan megcsókolta. Most még csak az kell, hogy sírva fakadjon. Nevetett bárány és a mulatás tökéletesen sikerült. Közben már folyt a mulató műsora. Artista táncosok görnyedtek hidakba, szaltókat ugrottak, emelgették egymást, Cigánykereket vetettek, és a táncosnők kifogyhatatlan ötletességgel oldották meg azt a problémát, miképpen öltsenek magukra különböző jelmezeket úgy, hogy azért mégis mezítelenek maradjanak. Voltak néger énekesek is, a néger nők feltűnően szép, csengő hangon énekeltek és káprázatos technikával mozgatták alsó és felső törzsüket, azzal a boszorkányos ősi virtuózitással és érzékiséggel, amelyet csak a színes bőrűek tudnak. A nagy attrakció azonban csak a műsor legvégén következett. Odett száma előtt bevezető zenét játszottak és a teremben különböző hangulatvilágítási futamokat játszott a világítómester. Mártának olyan szívdobogása volt, hogy majdnem rosszul lett. Egyetlen vigasza az volt, hogy a termet végül is meglehetősen elsötétítették, csak néhány vörös lámpa égett. Márta szándékosan a páholy hátterébe húzódott és a pesgő mellé ajándékozott papírlegyezőt az arca elé tartotta. Lehetetlen, hogy megismerjen. Gondolta. Tapsvihar. A háttérből reflektorfény hullott egy mezítelen testre, amelynek szoborszerű tökéletessége vakmerően és dőfösen dobbant a parketre. Néhány gyöngyfüzér folyta csak körül, gyengéden és áhítattal, mint egy eleven ékszert. Gyújtó és vakmerő tánc volt, borzongató, amelyből a démoniság félelmetessége izzott. Művészet volt, de egyben az indulatok féktelen gyújtogatása, amely elfolytotta a lélegzetet, lenyűgözött és mint egy súlyos érzéki párfőm, tikkasztotta el a nézőket. Egyszerre világossá lett, hogy miért tudja ez a nő az egész világot lázba hozni. Miért viharzik körülötte annyi gyötrelmes szenvedély? Olyan volt ott a parketten a mozdulatok kígyózó vonaglásában, a párducos, kélyes nyújtódásban és a finálé őrjöngő, gyilkos tempójában, mikor valósággal a levegőbe szökött és körülröpülte a termet lobogó vörös hajjal, villogó fehér fogakkal és támadásra merett hosszú, vékony ujjakkal, olyan volt, mint a felszabadult és minden féket levetett vágy, a vad és pusztító férfi végzett. A teremben szinte kísérteties csend támadt. A férfiak és nők úgy ültek, mintha hipnotizálták volna őket. Minden nőben félelem döbbent, mintha csatát vesztett volna, és a vélük lévő férfiakat nézték, akik leplezetlen csodálkozással szinte elbűvölten csodálták a táncot. Azután hirtelen kigyulladtak a lámpák. Ednő virágos köpenyt borított magára, és arcára hideg mosoly szökött. Így még izgatóbb volt, a csupa tűz tánc után ez a jeges, megközelíthetetlen királynő. Mintha alatvalói felett tartana szemlét, úgy hordozta körül tekintetét az őrjöngő tapsokban eszmélő közönségen. Azután hirtelen megállt. Mintha villámcsapás érte volna. Megrezzent. Alig tartotta másodperc egy tized részéig. Két szem találkozott, két megdöbbent, rettenetes pillantás. Iszonyú dráma volt ez, melyet senki sem vett észre. Csak ők ketten, akikre tartozott. Bárány doktor azt mondta, hogy ez remek, ilyen szenzációs szám még nem volt Budapesten. Dénesné úgy vélte, hogy ilyen túlságosan szép nő nincs is a világon, a Bel -odett bizonyára tökéletesen van festve, azután a hatásvilágítás rafinériája is emeli az optikai csalódást. De a termete tökéletes és a tánca klasszikus. Persze, az e -féle nőket csak a parketten szabad megnézni. Isten őriz tőlük a valóságban. Szívtelen, önző teremtések. Dénes nevetett. Ne erőlködj, gizi, mondotta kedélyesen. Már is olyan vádbeszédet tartasz, mintha féltékeny lennél és engem akarnál kiábrándítani. Sajnos nem vagyok elég gazdag ő Cserpéterem valami furcsa élénkség és zavar vett erőt, mindenki iránt egyszerre túlzott figyelmes lett, mint az olyan ember, aki fél, hogy észreveszik, hogy valójában mire gondol, mi foglalkoztatja, és gyorsan a szavak, mosolyok, mozdulatok mögé rejtődzik. Cigarettát és pesgőt kínált, virágot vett a feleségének, aki mintha felderült volna. Márta táncolni hívta férjét, aki kedves szavakat suttogott a fülébe. Azután megkezdődött a hólabdadobálás, mindenfelől bombázták egymást a kis papírlabdákkal és röpültek a vékony, színes szerpentin szalagok. Márta most már dénessel táncolt, bárány pedig dénesnével tangózott. Cser néhány percig egyedül maradt a páholyban. Szüksége volt erre a rövid magányra, érezte, hogy nem bírja már sokáig a szörnyű erőködést, melyel nyugalmát próbálta megőrizni meg sem lepődött, mikor a félhomályból a mulató egyik pincére lépett hozzá és diszkréten egy kis papírszeletet csúsztatott a kezébe. A művésznő küldi. Mondotta és már el is tűnt újra a kárpitok mögött. Péter kezében remegett a papírlap, a szeme szinte elhomályosult az izgalomtól. Egy sor volt az egész. Még mindig szeretlek és várlak. A férfi majdnem eszméletlenül hanyatlott hátra a fotőjben. Ugyanakkor John Schmidt már ismét Edna öltözőjén kopogott. Szabad remélnem, együtt vacsorázunk ma. Igen, Johnny, ma nagyszerű kedvem van, már régen éreztem magam ilyen kitűnően. Ó, természetes! Ekkora siker után. Mindig meghódítja a várost, ahol fellép. És ma különösen nagy sikerem volt, Johnny. Olyan, amilyenre öt esztendeje vártam, amilyenről évek óta álmodom és amiért mindaz történt, ami öt esztendő óta az életemet jelenti. Ötödik fejezet A mesékben olvasunk varázslókról, akiknek érintésétől varangyos békává változik a királyfi, károgó hollóvá a legszebb király kisasszony csak a lélek ismerői, az idegorvosok tudják, hogy csak ugyan lehetségesek az ilyen átváltozások, mikor az ember szinte percek alatt elveszti addigi énnyét és új, önmaga előtt is idegen lényé alakul. Kiderül, amit nem is tudott, hogy valahol, lelkének titokzatos mélyében mindig lesben állt az a másik ember, aki csak a kellő pillanatot várta, hogy ő vegye át az uralmat. A boszorkánymesterek a legkülönbözőbb eszközökkel dolgoznak. Vannak, akik bűvös szavakat mormognak, mások varázszerekkel érintik az áldozatot, soknál elég egy kézmozdulat. Ednő egy szelet papírra írt mondattal varázsolta el Cserpétert. Égette, mérgezte az a kis papír, melyet görcsösen összegyűrve csúsztatott a székkárpitja alá. De hiába dobta el, mintha megtébolyodott volna, nem tudott többé másra gondolni, csak Ednára a házasság boldog három éve, a derűs otthon, a gyár szorgalmasan dolgozó szövőgépei most mind inoktak, mint egy rettentő orkánban. Talán részeg vagyok, fel vannak zaklatva az idegeim, majd megnyugszom. Igyekezett vigasztalni magát, de már tudta, hogy elsodorta a forró számum és egyre rajzottak agyában az izzó képek, a férfi büszkeség, hogy ez a világ szép nő, megtestesítője minden szerelmi vágynak, őt szereti. Most eszmélt arra, hogy mindig szerette Ednát, hogy ő volt életének nagy férfi győzelme, a bűn és a titok, amely fűszere minden forró kalantnak. Márta megindultan és gyengéden gondolt feleségére. Az áldott jó, drága teremtés, a bonyodalmaktól mentes, egyszerű, nemes lélek. Túlságosan jó, nem is érdemli meg. De ez a jóság, ez a nagy egyszerűség egyben hibája is. Cserpéter egyszerre úgy érezte, hogy ő bonyolult, kivételes, az átlagemberek fölé emelkedett férfi, akinek másféle szerelemhez van joga, mint ehhez a nyugodt, fantázia nélküli csókokhoz. Ma is micsoda zsenialitással kötötte meg az új szerződést, még minden idegében ott tüzelt a győzelem láza. Az ilyen hatalmas teljesítmények jogot adnak ahhoz, hogy más életet éljen, mint a nyáspolgárok. Néki szüksége van a nagy izgalmakra, mert csak ezek tartják frissen képzelő erejét és fokozzák bátorságát, ruganyosságát. Feleségét nézte, hogy milyen érdektelenül táncol Dénessel, milyen jelentéktelen szürke kisveréb ott a parketten, semmiben sem különbözik a körötte tipegő többi polgári nőtől, akiken látszik a zavar és a lámpaláz, hogy egyszer végre felvehették estéi ruhájukat és mondénül mulatnak. Soha sem volt benne nagy stílűség. Gondolta rossz kedvűen Péter. De hát kitől is tanulhatta volna? Apjától, a meggazdagodott cipőkereskedőtől, vagy édesanyjától, akinek soha nem volt egy ízléses ruhája. A magamfajta embernek reprezentálnia kell, fűzte tovább gondolatait Péter, akinek a jövedelme meghaladja az évi százezer pengőt, annak társadalmi kötelességei vannak, és ha meg akarom tartani előkelő barátaimat, akik a nagyobb rendelésekhez juttatnak, nekem is úgy kell élnem, mint nekik. Már eddig is eleget gúnyoltak, hogy nem tartottam velük, amikor egy kisférfi mulatozásról volt szó. Egy ilyen nő, mint ez az Ednő jobban megalapozza az ember tekintéjét, mint a legragyogóbb autó, vagy a legszebb belvárosi palota. Márta visszatért a páholyba. Péter elragadóan kedves volt. Csak úgy patagzott belőle a sok bók. Már bűnösnek érezte magát, igyekezett minél sűrűbb állarcot vonni magára. Hogyan tetszett neked, Odett? Kérdezte később Márta, mikor egymás mellett ültek az autóban, amely hazafelé vitte őket. Istenem, nagyon szép volt, már őszintén szólva el is felejtettem. Az ilyen produkcióknak csak addig van hatásuk, ameddig nézi őket az ember. Márta egy pillanatig habozott, hogy elmondja-e odettel való délutáni találkozását. De azután arra gondolt, hogy kár ezt a témát tovább feszegetni szerencsésen túlestek a veszedelmesnek ígérkező estén. Legjobb napi rendre térni felette. Hatodik fejezet. John Smith még sápadtabb és még soványabb volt, mikor délután öt felé bekopogott Ednához, aki csak a fürdőszobából kiabált ki, hogy még nincsen készen, várjon rá. Smith nem ült le, idegesen járt fel és alá. Jó húsz percig várakozott, Ednának úgy látszik nem volt sürgős a találkozás. Végre belépett. Kék sejem, legújabb amerikai modellű pizsama volt rajta, amilyeneket csak a filmsztárokon lehet látni. Halló Johnny, mit jelent ez? Kérdezte szigorúan. Ha jól tudom, csak estére beszéltük meg a találkozót. Beszélnem kellett magával Edne. Úgy érzem megfulladok, ha tovább hallgatok. Maga most Cser Pétert várja, minden nap őt várja már hetek óta ebben az időben. Edna szigorúan nézte végig John-t. Mi csoda hang ez? Mi jogon fon engem felelősségre? Ne beszéljen így velem, Edna. Három éve vagyok a néma, alázatos kutyája szó nélkül tűrtem minden szeszélyét, halkan és csendesen követtem, mint az árnyék magához tartozom. Panaszkodik. Nem vagyok a legjobb barátja. Mindent eltűrtem, mert tudtam, hogy más sem boldogabb, mint én. Szenvedtem maga mellett, de elviselhető volt a helyzetem, mert tudtam, hogy ami őszinte szó, melegség van magában, azt nekem tartogatja. De most minden megváltozott. Ami most történik, az más. Ostobaságot beszél Johnny. Az igazat mondom. Ismerem magát. Ez már nem játék, sokkal több annál. Szerelmes. Szereti cser Pétert. Ednö gúnyosan mosolygott. Őrült. Soha nem voltam nagyobb komédiás, mint most. Ezt a férfit gyűlölöm legjobban mindazok között, akikkel valaha is találkoztam. De John makacsul rázta fejét. Nem igaz. Ez nem játék, így nem lehet komédiázni. Edna hangja jég hideg lett. Megtiltom John, hogy a magánéletembe avatkozzon. Én nem hívtam magát, és ha így viselkedik, kérnem kell, hogy mielőbb utazzon vissza Londonba. Mi jogom féltékenykedik rám. Ezt meri kérdezni. Ilyen hidegen, fölényesen. Hát azt hiszi, hogy három év minden eseményét el lehet törölni egy kézmozdulattal. Semmi sem történt. Ellenségesen nézett farkas szemet a férfivel, aki olyan fölindultan és kétségbe esettem viszonozta ezt a tekintetet, hogy Ednő kényelmetlenül és megzavarodva, engedékenyebbre változtatta hangját. No, azért nem kell ilyen csúnyán nézni rám. Még megijeszt. Micsoda dolog ez öreg pajtás. Ednő válaszolta Schmidt és a hangja reket volt az izgalomtól, jól tudja, hogy a mi kapcsolatunk több, mint barátság. Talán a szerelemnél is erősebb. Amikor találkoztunk, én talán már csak a halált hajszoltam városból városba járva. De az a találkozás milyen furcsa volt. Két ember, aki azért rohan hazátlanul a világban, mert mindkettőt megcsalták, megcsúfolták. Ez a sors közösség kapcsolt bennünket egymáshoz. Végtelen távlatokból rohantunk egymás felé, hogy egy éjszaka megtaláljuk egymást. Tudja, hogy feleségül akarom venni, és csak azért nem beszéltünk erről eddig, mert tiszteltem azt a különös, végzetes titkot, amely magát nem engedte megpihenni. Láttam, hogy magának még meg kell vívnia valahol, valakivel egy harcot, és ameddig ez meg nem történt, addig hiába kérném, nem lesz a feleségem. Majd, ha leszámolt, ha elfáradt, akkor fog hozzám menekülni. Én csak követtem és néztem, hogyan megy végig az éjszakákon, száz város ezernyi éjszakáján, és gyújtja fel örök boldogtalanságra, meddővágyakra a megőrített férfiakat. Az én bosszúm is volt ez. Helyettem is maga fizetett. De most el akar árulni. Most egészen más, mint amilyennek eddig láttam. Most engem fenyeget a végzet, hogy az áldozata leszek. Ezt a férfit nem úgy fogadja, mint a többieket. Szereti? Ha tudná, Johnny, hogy milyen távol van a igazságtól. Okos, drága kis Johnny pajtásom, miért nem gondol arra, hogy talán éppen most érkeztem ahhoz a végső küzdelemhez a leszámoláshoz? John tágra nyílt szemmel nézett Ednára. Ő az? Miatta történt minden? Ednő megfogta a férfi kezét. Az ujjai görcsösen megvonaglottak. Ne kérdezzen, Johnny. Bízzon bennem és sajnáljon egy kicsit nagyon, nagyon nehéz ez a küzdelem. És hirtelen sírni kezdett. Hisztériásan, idegesen, egész testében rászkódva. A férfi elképedve és megdöbbenve nézte. Most látta először gyengének. Ednő mondotta és az ajka megremegett, elég volt ebből a pokolból, jöjjön, menjünk innen. Olaszországban ismerek egy kis szigetet, ott van Szicília közelében örök tavasz van, csendes, békés halászok, narancsligetek és virágok. A legszebb pihenő két embernek, akik sokat szenvedtek és feledni akarnak. Már sokszor gondoltam arra, hogy mi ketten egyszer. Nem tudta befejezni, az izgalomtól majd nem elájult. Ednő meghatva simogatta meg a fejét. Édes Johnny, köszönöm, talán egyszer csak ugyan oda megyünk. De most ne beszéljünk erről. Most nagyon erősnek kell lennem. És hirtelen mozdulattal megcsókolta a meglepet férfit, aki újongva akarta viszonozni a csókot. De Edna elhárította. Most menjen! Távozzon Johnny és imádkozzon, hogy minél előbb csak ugyan elmehessünk arra a szigetre. Hogy én még megpihelhessek életemben. Hetedik fejezet. Cserpéterre nem lehetett ráismerni mintha kicserélték volna. A régebben nyugodt, udvarias ember türelmetlen, goromba, szórakozott lett, felborította a házi rendet, nem járt haza sem ebédre, sem vacsorára. Márta rémülten futott a házi orvosukhoz, doktor úr, nem tudom, mi történt az urammal. Rettentően ideges, nem lehet beszélni sem vele. A túlfeszített munka hajnalban jár haza. Mindig rosszkedvű, indulatos, a gyárban szintén nem értették, hogy mi történt a főnökkel. Napról napra sápadtabb, fáradtabb lett, a legcsekélyebb dolog miatt ordított, fontos tárgyalásokat letelefonált, elhalasztotta az értekezleteket. A legváratlanabb időben felugrott íróasztala mellől, néha éppen egy mondat diktálása közepén is elhagyta a gyárépületet. Senki sem tudta, hogy hová megy. Noha a kocsija a gyár udvarán állt, taxiba ült és azzal vitette el magát. Az aligazgatók és titkárok vállukat vonogatták. Bizonyára már megint valami új nagy üzleten dolgozik. Mondogatták. Csak az öreg csipet kimorgott olyasfélét, hogy előbb ezt a legújabbat kellene megemészteni, mert úgy látszik, hogy az is megártott. Legalább nyolc kilót fogyott ezekben a napokban Cserpéter. Érezte, hogy a romlásba rohan, de olyan volt, mint a kokainista, megtört minden ellenállása. Amikor ott állt szemtől-szemben Ednával, dadogott, lámpalázas volt, mint egy kis diák. Milyen jó nálad! Mondotta és szemét behunyva szívta be az egzotikus párfőmöt, melyel Ednő szobáját telepermetezte. Milyen jó nálad! Mondta még egyszer, és micsoda pokol! Miért büntetsz még mindig? Mit akarhatsz még? Hiszen látod, megtörten, bocsánatot kértem, vezeklek a múltért. Szavak, Péter. Akkor is ilyen izzó szavakat mondtál, akkor is ennyi szenvedéllyel mondtad, hogy szeretsz. És elhagytál. Bujkáltál előlem. Letagadtad magad. Mennyit sírtam akkor? Hányszor akartam meghalni? Mit bántad te? Mikor már nagyon terhedre volt a sok sírásom, elutaztál. Miért legyek hát jó hozzád? Hogyan lehet mindezt elfelejteni? Megfizettél már Edne. Néha három hét alatt többet lehet szenvedni, mint öt év alatt. Nézd rám! Valósággal roncs lettem. Lefogytam, nincs egy nyugodt pillanatom, mindig csak rád gondolok, téged kívántak. Ez az érett férfi szerelme, Ednő, nem az ostoba, könnyelmű fiatalemberé, aki nem tudja felismerni a kincset, amely az övé lett. De látod, azért ez a szerelem mindig bennem élhetett. Sokszor gondoltam rád, Ednő, szerettem volna tudni, hogy mi lett belőled. Visszaemlékeztem a hangot különös csengésére, furcsa kis nevetéseidre, a csókott tüzére. Csak így lehet, hogy mikor viszont láttalak, egy pillanat alatt lángra borult bennem minden. És ha azt mondanám Péter, hogy én sem felejtettelek el. Hogy szeretlek még ma is? Igen, ezt írtad arra a papírszeletre is. De hiszen ez nem igaz. Fizetni akarsz? Kínozni, meggyötörni? Hát megtörtént. Szenvedek. Mit tegyek? Kívánja kármit, teljesítem. Gazdag vagyok. Ednő gúnyosan mosolygott. Mit adhatnál te nekem? Mekkora összeget, amely előtt meghajolnék? Én gazdag és független vagyok. Egyenlő ellenfelek lettünk, Péter. Ellenfelek? Hiszen azt mondod, hogy szeretsz. Mi célja ennek a játéknak, Ednö? Felejtsd el a múltad. Igazad van. Hiszen én is a jövőnkről akarok beszélni. A férfi kínzottan és mégis reménykedve nézett a nőre, akinek arca most éppen olyan volt, mint a parketten, a vörös reflektorok fényében, mikor a vámpírtáncot lejtette. Oda simult a férfihez, a leheletét lehetett érezni. Igazán szeretsz? Kérdezte duruzsoló melegséggel. Miért kínzol? Miért kérdezed ezt? Mit tehetnék még, hogy elhidd végre? Félek tőled, Péter. Nékem olyan bizonyítékra van szükségem, amely erősebb, mint a múlt emléke. Azt akarom, hogy ha most újra a tiédő leszek, többé soha se szakadhassunk el. Pillanatnyi szünetet tartott, a két karja ráfonódott a férfi vállára. A feleséged akarok lenni. Cser elsápadt. Ez lehetetlen, lehetetlen. Dadokta. Abban a pillanatban a mosolygó, szerelmes arcocska szinte eltorzult a gyűlölettől. Miért lehetetlen? Az nem volt lehetetlen, hogy engem elcsábítottál, feldúltad az életemet, a halába kergetted az anyámat. Engem mindenből kifosztottál, ezt a másikat pedig még a vállás apró tűszúrásaitól is meg akarod kímélni. Mi történik vele, ha elvász? Fényes tartásdíjat biztosít neki, egy éven belül újra férjhez megy. Mit tudja az ilyen nyáspolgár asszony, hogy mi a nagy szenvedély és hogy te ki vagy? Micsoda nagyszerű férfi! Legfeljebb azt, hogy többet vagy kevesebbet keres ele, mint a többi társaságbeli ismerőstök, és hogy abból hány ruhára telik. Mit ér az ilyen nővértelen és fantáziátlan szerelme, amikor a legbizalmasabb együttlétperceiben sem tud másról beszélni, mint a háztartás ostoba epizódjairól? Nem érzed, milyen gyáva és nevetséges vagy a polgár szerepében? Hát mit akarsz te tulajdonképpen értem áldozni? Pénzt? Ezt jelenti ez a sok panaszod, ostromod, szenvedélyed, kétségbeesésed? Pénzt akarsz adni, mint bármelyik futó kalandra siető részek fráter, aki nővel akarja fűszerezni a vacsoráját. Köszönöm, most legalább szint vallottál. A régi vagy. Ugyanaz az önző, lelketlen kalandkergető, aki voltál. Mennyi és ne is jöjj többé hozzám. Gyűlöllek! Csermek semmisülten, mozdulásra képtelenül, magába görnyedve ült, befelé néző szemekkel és az életét nézte, amely mint egy filmperget most előtte. Látta, hogyan rohan a biztos romlásba és tudta, hogy képtelen megállni. Azt nem lehet, belehalna, mormogta végső viaskodással. Ednő gúnyosan legyintett. No, milyen érzelmes lettél egyszerre. Ne féltsd Mártát! Jól ismerem. Osztálytársnőm volt. Éppen olyan egészségesen önző, mint te. Egyszerre hagytatok el. Amikor eltanácsoltak az iskolából, 24 óra alatt elfelejtette, hogy az előtt naponta sülve-főve együtt voltunk. Az elkényeztetett gazdag úriasszony, akinek mindig rózsára volt vetve az ágya, soha a kis ujját sem kellett megmozdítania, ha valamit el akart érni és bizonyára téged is készen, teljes vőlegényi díszben tálaltak számára a házasságot közvetítő előkelő társaságbeli ismerősök. Nem fog a szíve megszakadni. Legfeljebb meg lesz sértve, hogy véle ilyen szégyeneshetik. Hogy őt el lehet hagyni egy másik nő kedvéért. Miattam, akit lenézett. Én pedig ragaszkodom ehhez. Nincs más megoldás, Péter. Vagy én, vagy ő. Jól értsd meg. Én senkinek sem leszek a szeretője. Én minden férfit elpusztítok, aki ezzel a kívánsággal közelít felém, mert engem is elpusztított az a férfi, aki azzá tett. Azt, ami történt, egyedül a világon te teheted jóvá. Csak tőled kaphatok teljes és tökéletes elégtételt. Azt akarom, hogy te vegyél feleségül. Ha ez nehézségekbe ütközik, annál inkább. Ha embereken kell átgázolni, családot, boldogságot feldúlni, hogy ez megvalósuljon, úgy még inkább. Ez szikla szilárd elhatározásom, ebben a kérdésben nem lehet sem vitatkozni, sem alkudozni. Szép volt, mint egy ópiumos álom, az alkonyatban a város felett. Az utcáról a boltajtók elé húzott vasfüggönyök dörgése hallatszott, mintha a világ minden üzletét lezárták volna, irodákat és hivatalokat, mert célját és értelmét vesztette minden. Csak ez volt már, ez a bíbor ködökben izzó szenvedély, amely ráhult Cserpéterre és elfojtotta lélegzetét, elzsibbasztotta a karaterejét. Mitől félnél? kérdezte már a győzelmi érzés biztonságával Edna. Mellettem még nagyobb sikereid lesznek, irigyelni fognak és ne feledd, az én kezem mindenhová elér. Minden üzleti összeköttetést megszerzek neked. Te még nem tudod, hogy micsoda féktelen becsvágy lakik bennem. Ha férjem leszel, néked kell a leggazdagabbnak, leghatalmasabbnak lent. Majd együtt dolgozunk, Két tenyerébe fogta Péter fejét és csókolta. Csacsi! Attól félsz, aki szeret, aki nagyjá akar tenni. Úgy dolgozott, olyan csalhatatlan biztonsággal, mint egy hipnotizőr. Egy kis akaraterő Péter. Mondotta, mint aki már nem is kételkedik abban, hogy minden úgy lesz, ahogyan kifejezte. Holnap ilyenkor már túl leszel mindenen. Ma este minden szépen megmondasz a feleségednek. Az éjszaka elég hosszú, az alatt le lehet bonyolítani a szokásos síró görcsöket és idegrohamokat. Te nem vagy túlságosan érzékeny ezekkel szemben. A délelőtt folyamán el lehet készíttetni a közjegyzővel az anyagi vonatkozású megállapodásokat. Ne törődj semmi kellemetlenséggel. Akármit mondanak, akár hogyan megrohamoznak a felhajszolt rokonok és barátok, te csak áld az ostromot és gondolj arra, hogy délután hat órakor nálam leszel, és hogy én szerelemmel várlak. És még egyszer megcsókolta. Cserpéter felállt, a szeme fátyolos volt. Már szinte nem is látta Ednát, már a távoli harcokba zuhant, melyek várták, és ebben a tompa kábulatban indult az ajtó felé. De a küszöbről még egyszer visszafordult. Szeretlek, mondotta búcsúzóul, mint egy vallomást, melyben mindent összefoglalt. Nyolcadik fejezet. Sokáig bolyongott az utcákon. Közben kétszer is telefonált haza nyilvános telefonállomásokról, hogy ne várják, nagyon későre tud csak szabadulni, külföldi ügyfelekkel vacsorázik és egyre világosabban látta, hogy képtelen szemébe mondani feleségének a történteket. Sokkal idegesebb volt, sem hogy erre a közelharcra vállalkozhatott volna. Irtózott a botránytól, elképzelte a taxin érkező apósát és anyósát, az ájuldozó asszont és persze a kisfiút, akit majd eléje ráncigáinak, aki sírni fog. Mintha meg akarná ölni őket. Mi történik? Tulajdonképpen semmi. Bőségesen fog róluk anyagilag gondoskodni. Túlzottan, mint ahogyan a rossz lelkiismeretű emberek szokták, akik így akarják jóvá tenni, amit védkeztek. És a fiacskáját ezentúl is minden nap meg fogja nézni. Jó barátságban marad a feleségével is. Senkire sem haragszik. Kedvesebb, figyelmesebb, jobb lesz, mint valaha általános fizetésemeléssel lepi meg alkalmazottjait. Nem vét a légynek sem. Csak hagyják békében, ne avatkozzanak a legszemélyesebb magánügyébe, lássák be, hogy néki személyes élete is van, vágyai, érzései, melyekhez ragaszkodik. Borzasztó, hogy mennyire önzők, meg nem értők azok, akik az ember legközelebbi környezetében élnek. Elvárják, hogy teljes egészében testileg-lelkileg feláldozza magát nekik, felháborodnak, ha kiderül, hogy a maga személyére is ismer gondolni, hogy a családtól elkülöníthető vágyai és tervei lehetnek. De hát mindezt nem lehet megmagyarázni, az emberek rabjaik a beléjük idegzett erkölcsi parancsoknak nem mernek szembeszállni a közvéleménnyel. Egy kávéházba ment. Nem is tudta biztosan, hogy a város melyik részében jár. Fáradt volt. Szeretett volna már túl lenni a dolgon, a levélen, amelyet írni fog. Igen, ez a legjobb! A levélben jobban meg lehet mindent magyarázni, nem szakítják félbe az embert, meg lehet fontolni a szavakat, el lehet hallgatni a kínos részleteket, nem faggatják kellemetlen kérdésekkel. Drága Mártám! Te olyan okos, megértő, drága asszony vagy, különbés jobb, mint mások, egyedül te fogod megérteni, ha azt mondom, nem tudok többé hazamenni, az én életem más vágányra siklott. Hülyeség! mormogta dühösen. Agyon dicsérem, és azt írom, hogy el akarom hagyni. Eltépte, és új levélbe kezdett. Kedves Mártám! már régen szerettem volna veled nagyon komoly dolgokról beszélni, de mindig halogattam, kímélni akartam érzékenységedet. Az utóbbi hetekben gyakran kérdezted, hogy mi bajom van. Most megmondom. Felismertem az igazságot, hogy mi ketten nem illünk egymáshoz. Ne rémülj meg, ne ijedezz és ne haragudj, olvasd nyugodtan végig levelemet, megpróbálom ezt neked magyarázni. Valaki megérintette Péter karját. Bocsánat, uram! Mondotta németül. Péter felpillantott. Egy ismeretlen elegáns férfi állt előtte. Bocsásson meg, hogy megzavartam, ismételte az ismeretlen, de már órák hosszat követem, sürgősen beszélnem kell önnel. Mit kíván? Kérdezte Péter meglepetten. Ön egy hölgytől jön. Egy hölgytől, akit én igen jól ismerek, és akihez évek óta benső érzelmi szálak fűznek. Kicsoda ön? Sápadt el Péter. A nevem? Schmidt. Mi köze van önnek odedhez? Az enyém. Hazudik. Kiáltotta szikrázó szemmel Péter. A keze ökölbe szorult. Az enyém. Ismételte keményen Schmidt. Én annak tartom, és senkinek sem engedem őt. Évek óta kísérem az egész világon keresztül. Most ön el akarja venni tőlem. Nem vagyok orgyilokkal dolgozó szpadaszin. Szemtől szembe mondom, vigyázzon, ne zavarja az én köreimet. Parancsolom, tűnjön el! Megőrült! Azt akarja, hogy rendőr kézre juttassam? Nincs tanúja, mindent letagadok. Egyébként már végeztünk is. Jól jegyezze meg, Odett soha, soha sem lesz az öné. Vonuljon önként vissza. Ne hívja ki a végzetét. Fenyeget. Azt hiszi, megijedek öntől. Gyávának gondol. Smit vállat vont. A józanság nem gyávaság. Jó éjszakát. Meghajolt és eltűnt. A kávéház ajtajából még egyszer visszanézett. Most tökéletesen Luciferhez volt hasonló. Péter tombolni tudott volna dühében. Ez a találkozás egyszerre felrázta ernyet kábulatából, amelybe belezuhant. Csupa frissesség, szikrázó energia feszült benne. Egy perc alatt megírta Mártának a levelet. Ezt express elküldi. Nem. Bojt hozat. Fél óra múlva már ott lesz az asszony kezében. Csak minél gyorsabban és határozottabban. Majd tisztázzuk ennek a Schmidt úrnak a szerepét is. Ez az élő csontváz úgy látszik féltékeny. Edna még csak nem is beszélt róla. Nyilvánvaló, hogy egyoldalú szerelem, különben Schmidt úr nem lenne féltékeny, nem fenyegetőzne. Elküldte a levelet, azután taxiba vágta magát és az alhambrába hajtatott. Ha simán mennek, még Ednő száma előtt odaér. Kilencedik fejezet Ednő a késő délutáni órákban ébredt. A szobapincér értesítette, hogy napközben egy úr többször kereste telefonon. A portásnál levelet is hagyott. A 109-es kérdezte Ednő. Nem ment el. Egész nap itthon volt. Edna szája idegesen rándult. Már felkelt? Igen. Megreggelizett a halban és visszament a szobájába. Köszönöm. Kérem, küldesse fel a levelet. A pincér kisietett, Edna lassú mozdulatokkal öltözködni kezdett. A telefon berregett. Halló, jó reggelt, Edna. Láttam, amikor a pincér kiment. Leskelődött. Éppen akkor léptem a folyosóra, mikor kinyitotta az ajtaját. Unom a viselkedését, John. Szeretem. Megőrült. Telefonomban szerelmet. Mikor mehetek át? Ma délután egyáltalában nem. Ha nem akar mindent elrontani Johnny, viselkedjen okosabban. Üljön kocsiba, vitesse magát a budai hegyekbe. Uzsonnázzon a János hegyen és találkozzunk este az Alhambrában. Azért küld el, mert útjában vagyok. Megint kettesben akar maradni Cserpéterrel. Nem tartozom felelősséggel. Szabad vagyok. Mit gyötör? Miért hajszol valami őrültségbe? Olyan kétségbe esett volt a hangja, hogy Edna megijedt. Micsoda beszéd ez, Johnny? Nem érti, hogy nekem fizetnem kell és nem tudok tovább siklani leszámolás nélkül a dolgok felett, mint ahogyan maga tette. Bizalom, johnny -kám. Még néhány hét igazán nem számít annyi esztendő után, és ígérem, elmegyünk arra a kis olasz szigetre. Ednő, ne játszom velem. A hangja tikkadt, száraz volt az izgalomtól. Komolyan beszéltem, Johnny és most tegye le szépen a kagylót, és öt perc múlva nem szabad már a szállodában lennie, különben két napig nem állok szóba magával. Értette? A horogra akasztotta a hallgatót, és végig simította a homlokát. Ez a beszélgetés meglehetősen kimerítette. Határozottan terhére kezdett lenni smik. Most minden idegére szüksége volt, halálos, nagy játékot folytatott cserrel, és ez a buta, szerelmes John még mindent elronthat ostoba féltékenységével. Az ajtón kopogtak. A pincér hozta a levelet. Ideges, ceruzával írt szavak. Drágám, reggel óta értet harcolok. Ügyvédek, közjegyző, após, anyós, családi viharok majdnem beleőrülök. Alig várom, hogy lássalak, csak ez adhat erőt, hogy folytassam a harcot. Ha felébredsz, telefonálj azonnal 23456 alá. Egy barátom lakása. Ott várom üzenetedet, Péter. Győzelmes mosoly suhant át ajkán és letárcsázta a számot. Cser azonnal jelentkezett. Nyilvánvaló volt, hogy már remegveleshette a telefont. Te vagy, kiáltotta izgatottan. Végre! Irigylem az idegeidet, Edne! Nyugodtan tudsz aludni, mi alatt én majdnem beleőrülök a rengeteg kellemetlenségbe. Nagyon kell, hogy szeresselek, ha így tudok harcolni, érted? De éreznem kell, hogy mellettem vagy. Fél óra múlva idejöhetsz, addigra elkészülök. Csak most nyitottam ki a szemem, és az első mozdulatom a telefon volt, hogy halljam a hangodat. Bátorság és nyugalom, Péter, ne törődj azzal, hogy mivel tömik tele a füledet, csak arra gondolj, hogy mindez csak átmeneti kellemetlenség, és azután jön az új élet. Mi van, Smitel? Száműztem a budai hegyek közé. Nagyon leszittam, amiért tegnap utánad ment a kávéházba. Most nagyon csendes és alázatos. Egyébként elhatároztam, hogy végleg útilaput kötök a lába alá. Félek, hogy veszedelmesebb ember, mint gondolod. Nem lesz könnyű dolog. Csak bízzad rám. Nagy gyakorlatom van abban, hogyan kell megszabadulnom felesleges emberektől. Ne törődj még ezzel is, szegény barátom. Van néked enélkül is elég harcod. Csak azt mond, szeretsz. Imádlak. Én is. A viszontlátásra. Fél óra múlva. Letette a hallgatót és megfordult. De ugyanakkor arcára fagyott a mosoly. Egy nő állt vele szemben, akinek látogatására egyáltalában nem számított. Fogalma sem volt, hogy mikor léphetett a szobába, észrevétlenül surranhatott be, miközben telefonált. Márta! Mondotta megdöbbenve. Befejezted? Kérdezte Cserné. Akkor, ha úgy tetszik, most mi ketten beszélgessünk. Nekem semmi beszélni valóm nincsen veled. Mondotta hidegen Ednő, aki már teljesen visszanyerte fölényét és hidegvérét. De nekem van. Hetek óta nagyon súlyos és komoly mondani valómban, Ednö talán már előbb is eljöttem volna hozzád, de tegnap estig még nem voltam bizonyos abban, hogy csak ugyan rólad van szó. Hogy te vagy az, aki elvetted a férjemet, a gyermekem atyát? Tévedés, édes Márta, szeretett osztálytársnőm. Nem én vettem el az uradat, hanem te az enyémet. A férjed volt az, aki miatt az én tragédiám elindult, aki elcsábított és cinikusan elhagyott. Azután jöttél te, a kifogástalanul korrekt, gazdag úrilány, aki az iskolában is mindig mindent jobban tudtál, mint én, jelesekre feleltél, rendben voltak a házi feladataid, melyeket az angol és német guvernántok készítettek el, és szépen, simán, nyugodtan megkaparintottad azt a férfit, akihez a világon egyedül nekem volt jogom. Nagyon sajnálom, ednő, hogy ennyire vak és igazságtalan vagy. Hát mit tehettem én mindenről? Honnan tudhattam, hogy Péter valaha is ismert téged? Hát most tudod. És azt is tudod, hogy én soha nem mondok le róla. Szereted? Ez mellékes. Az a fontos, hogy erősebb vagyok, mint te. Végre. Én vagyok az erősebb. Érted, hogy micsoda elégtételez nekem? Miért gyűlölsz ennyire, Edna? Hiszen ma már mindened megvan. Miért nem örülsz annak, hogy tehetséges vagy, gazdag, világhírű, és hogy mindezt a magad erejéből verekedted ki? Én semmit sem értem el, csak egy gondtalan polgári jólétet, a csendes otthont. Ezt akarod elvenni, te, akinek az egész világa lábad előtt hever. Mert neked a bosszú is kell. Csak akkor élvezed a sikert, ha mások hulláira építed. És kitörődött velem, Kiállt mellettem azokon a szörnyű éjszakákon, mikor meg akartam ölni magamat. Az anyám temetése napján, mikor egészen egyedül maradtam. Ez a nagy gyönyörűség! Fizetni? Menj! Kár minden eszóért! Nem érdekelsz! Hiába próbálkoznál drámai jelenetekkel. Engem semmi sem hat meg. Tudom, aki ilyen gonoszságra képes, mint te, annak nem lehet lelke, attól nem kérhetek belátást. És fenyegetni se próbálj. Ne kezdj most azzal rémíteni, hogy a rendőrséghez fordulsz, kiutasítatsz Budapestről, botrányt okozol. Mindezzel megkéstél. A férjed mellém fog állni. Ha elutazom, utánam jön. Itt hagyja a gyárat, és itt hagy téged. A botrány csak reklám az én foglalkozásomnál. Már jó egy néhányat átéltem. Amint látod, kitűnő egészségben vagyok. Ellenben a botrányok férfi hősei ezt nem mind mondhatnák el magukról. Egy-kettő már egyáltalában nem tudná kinyitni a száját, mert belehalt. Ezt ne feled, Márta! A férfiak, különösen az olyanok, mint Péter, akiknek az idegeik egy kissé megrongálódtak és akikre nagyon váratlanul szakadt a szenvedély, akik túl sokáig éltek izgalommentes családi körben, nagyon könnyen ragadtatják magukat végzetes ostobaságra. Nem ajánlom, hogy Pétert is belehajszold e félébe. Szörnyeteg! Mondotta iszonyodva Márta. Ednő vállat vont. Érzéketlen vagyok szavakkal szemben. Ha még szeretnéd, mondotta halkan Márta, ha tudnám, hogy boldoggá teszed, akkor talán le tudnék mondani róla, átadnám neked. De gyűlölöd, a hatalmadba akarod ejteni, hogy gyötörd, kínozd, gyönyörködj a szenvedéseiben. Hát ezt nem engedem, ezt nem hagyom. Ednő gonoszul nevetett. Hát csak próbáld meg visszatartani. Néhány perc múlva itt lesz. Tedd próbára, hogy kettőnk közül melyiket fogja választani. De igazán felesleges az ilyen grand guignol jelenet. Minek a kulisszahasogatás, hisztériás rohamok, ájúldozások és az elkerülhetetlen szégyen? Ezt megtakaríthatod. Ha józanul gondolkodnál, beláthatnád, hogy mennyivel elegánsabb lett volna, ha fölényt színlelve, hidegen és megvetően tértél volna napirendre a dolgok felett ha azt mondtad volna, hogy azért sem mutatod meg nekem, hogy vesztettél és fáj neked a dolog. De ehhez természetesen nem vagy eléggé erős. Az elkényeztetett gazdag úriasszony, aki megszokta, hogy ezüstálcán szolgálják ki minden szeszélyét, csak sóhajtozni és pityeregni tud, összetett kézzel rimánkodni és jajveszékelni, amikor bajba kerül. És ha nem így lenne? Kérdezte különös hangon Márta a szemében furcsa tűz villant. Edna meghökkenve nézett rá, azután fölényes mozdulattal intett. No, elég volt. Únölak. Takarodj. Eszembe sincsen. Nem megyek és te se mozdulj, ha kedves az életed. Villámgyors mozdulattal apró revolvert rántott ki táskájából és Ednára szegezte. Ne mozdulj kiáltotta még egyszer olyan félelmetes és elszánt hangon, hogy Ednő halásápat lett. Erre nem számítottál, ugye, nyomorult lelketlen bestia. Hát nem vagyok sem gyáva, sem tehetetlen. A gyermekemre esküszöm, ha segítségért kiáltasz, keresztüllőlek. Nékem nincsen mit kockáztatnom. A világ minden bírósága felment, ha megtudják, hogy micsoda szörnyeteget öltem meg. Rosszul számítottál, Ednő, mert nem ismered a szerelem erejét, mert sohasem voltál szerelmes. Nem számítottál arra, hogy aki igazán szeret, az hősé vagy akár mindenre elszánt gyilkossá lesz, mikor a szerelmét kell megvédeni. Ide figyelj! Ellenkezés nélkül bemész a fürdőszobába. Rád zárom az ajtót, és ott maradsz. Saját érdekedben ajánlom, egy mozdulattal se áruld el, hogy ott vagy. Nincs az a földi hatalom, amely megmenthet revolveremtől, ha ellenállást tanúsítasz, vagy a legkisebb kísérletet is teszed, hogy férjemmel még egyszer találkozz. Most tudod, hogyan állunk. Egy-kettő, mit állsz még? Ednő fakó lett, eltorzult a dütől. De Márta tekintetéből annyi elszántság tükröződött, hogy nem mert ellenkezni. Némán engedelmeskedett. Mikor bement a fürdőszobába, Márta az ajtóhoz ugrott és ráfordította a kulcsot. Mélyen, nehezen lélegzett, mikor megfordult a kulcs. Mintha egy pillanatra elhagyta volna iménti nagy ereje, beállt a túlfeszített idegek reakciója, szemébe könnyek szöktek de ez csak egy másodpercig tartott. Azután nagy akaraterővel ismét felrázódott, a revolvert visszacsúsztatta táskájába és elővette az asszonyok másik veszedelmes fegyverét, a púdert és a rúst. Gondosan bepúderezte magát. A szoba ajtaja hirtelen felcsapódott és két kar ölelte át szenvedélyesen. Drágám, Márta halkan felsikoltott, megfordult, és a következő pillanatban a férfi is felhördült. Márta. Az asszony mélységes megrendüléssel, végtelen szomorúsággal, szinte derékba törve állt. Igen, én vagyok. Ugye erre nem számítottál. A férfi vadul nézett körül. Hol van? Nem fejezhette bemondatát. Márta arcát nézte, melyen kimondhatatlan rémület tükröződött. Mi történt? Kérdezte Péter magánkívül. Valami szörnyű drámát sejtett. Mit tettél vele? Üvöltötte magánkívül. Hallgas, hallgas! Kiáltotta ilyetten Márta. Szemében vad ilyettség látszott. A folyosóra nyíló ajtóhoz sietett és gondosan becsukta. Mit jelent ez? kérdezte növekvő rémülettel Cser. Márta egészen közel húzódott férjéhez. Megdidergett a teste, a táskájából csendesen kihúzta a revolvert. Megöltem, mondott a fakú alig hallható hangon. Cser megtántorodott. Szerencsétlen, kiáltotta magánkívül. Félig eszméletlenül zuhant egy karosszékbe, az arca kréta fehér lett. Mindennek én vagyok az oka. Hörögte elfulladó lélegzettel. Most mi lesz? Elvesztünk. Minden összeomlott a gyermekünk. Előbb kellett volna mindenre gondolnod Péter. De most már késő. Te menekülj! Téged nem szabad itt találniok telefonálni fogok a rendőrségnek. Megmondom, hogy végső kétségbeesésemben én számoltam le a vetétásnőmmel. Nem ítélhetnek el súlyosan. De te tűnj el, nem akarom, hogy téged is bevonjanak. A férfi szeméből zápor módra hullott a könny. Bocsáss meg, a föld legutolsó, legelvetemültebb embere vagyok. Hagyjuk ezt, Péter. Siess fász, amíg nem késő veled maradok. Mindennek én vagyok az oka, nem hagyhatlak el. Miért nem, Péter? Hiszen ezt akartad tenni. Hát az nem volt rosszabb a gyilkosságnál. Mit tudom én, hogy mi volt ez? Rám zuhant, megőrített, mint egy vörös orkán, de néked kellett volna az erősebbnek lend. Hiszen én visszatértem volna hozzád. Elmúlt volna ez a szörnyű szédület. Segítség! Gyilkosok! A fürdőszoba ajtaját vadul öklözte Ednő és magánkívül rikácsolta, segítség! Cser felugrott. Arca bíbor vörös lett. Leírhatatlan pillantást vetett Mártára, aki halványan, lélektelenül állt vele szemben. Mi ez? Kérdezte írtózatos hangon. Micsoda komédia! Az ajtóhoz ugrott, de a kulcs nem volt a zárban, Márta már az előbb lehúzta. A kulcsot kiáltotta vadul. Márta mozdulatlanul állt. Cserféktelen ugrott hozzá. Megragadta, hogy erőszakkal vegye el tőle. Márta a szoba faláig húzódott, férje indulatosan ragadta meg a karját. Abban a pillanatban lövés dördült. Cser felordított és elvágódott. A küszöbön szinte állati dűvel John Schmidt állt. Kezében a füstölgő revolver. Egyetlen ugrással cser mellett termett, kezében újra meglódult a revolver. De Márta tébolyult erővel ragadta meg a karját. Segítség! Kiáltotta. A hangra és mozdulatra, mintha magához tért volna Schmidt. Rábámult Mártára és visszatántorodott azután felordított, elfötte arcát és iszonyodva, mintha rémet látna, kiáltotta. Nem, nem, ez lehetetlen. Kicsoda ön? Már akkor rohanva érkeztek a szálloda alkalmazottai, zavart, ilyet arcok bukkantak fel a küszöbön. Mi történt? Kérdezték megdöbbenve. A telefont tárcsázták. A mentőket és a rendőrséget hívták. Schmidt még mindig őrjöngött. Én azt hittem, Ednát akarja erőszakkal a magáévá tenni. Ezért lőttem le. Cser még mindig eszméletlenül, vérébe ágyazva feküdt. Mellette kétségbe esetten zokogott Márta. Csókolta és úgy próbálta életre kelteni. Edna halotáványan, összeszorított fogakkal, egész testében reszketve állt. Térdei lassan megrodjantak, szemiből könyv szivárgott. Márta mellé roskadt. Ne sírjél, ne sírj! Mondotta gyengéden. Négy hét múlt el. A haláltorkából visszatérő emberek rendszerint nagyon csendesek és szelídek lesznek. A nagy lelki rázkódtatás után, mikor Péter először sétált ki a szanatórium kertjében, úgy érezte, mintha valóban a túlvilágról küldték volna vissza, hogy most már új emberként élje tovább az életét. Egyik kezével kis fiát tartotta átölelve, a másikkal Márta kezét simogatta. Csupa bűnbánat, meghatott hála és szeretet volt a lelkében. Márta egy olasz olaszképes újságot terített eléje egy szicíliai villa fényképét mutatta, mely alatt két szöveg állt, ebbe a villába vonult vissza Odett, a világhírű vamp nő férjével, John Schmittel. Férje gyengéden tolta félre az újságot. Nem érdekel. Mondotta. Hosszú álom volt, ne emlékeztes rá. Igen, jobb így, hogy futni hagytuk Schmittet. Véletlen szerencsétlenség történt, amint az ügyvédje mondta is, ahogyan mi is bizonyítottuk. Hiszen az ő golyója nélkül talán a mi életünk sem fordult volna ismét a boldogság vágányára, és nem tudtam volna meg, hogy mégis csak engem szeretsz. Csak téged? Mondotta meghatottan Péter. Örökké és egyedül téged kismártám. Vége.